természetesen egy társadalmi kritika abból az időből. Történész professzor vagyok, és nagyon jól tudom, hogy milyen korban játszódik a darab, és milyen világ volt akkor Ausztriában, vagy itt Magyarországon is. Ezt köszön vissza az egész darabot. De nem csak a tartalma, hanem ahogy önök ezt előadják, rendkívül. És én megmondom őszintén, hogy a mimikákat, a kifejezéseket, az előadás módot, ahogy önök előadják, ez rendkívül. És ez csak az anyanyelvi szinten lehet produkálni. Végtelenül köszönöm, és azt hiszem, hogy önök is, a mások is egyetértenek vele, hogy itt ebben a színházban egy ilyen milliót kapunk, egy ilyen előadást kapunk, amivel valamikor valahogy hazamegyünk, és többek lettünk, és nem csak jól éreztük magunkat, hanem egy emléket is kaptunk az egyik vagy a másik szereplőről, és itt elsősorban a főszereplő asszonyt dicsérném. Mennyi tudódással, és most is olyan, hogy a legelevibb szó nem jut az ember eszébe. Nem tudom miért. De mondok helyette másikat, de most is jó Isten! Azért majd a jobb díj szó. Ja. Neked már volt is találkozásod az olimpiával, ugye Veszprémből, hogy jó, hát erre nem emlékszem. Nem is érti akkor, nem érti. Szóval én már találkoztam a Molnárral, mert a legutolsó, ami, hát játszottam az 1-2-3-at, játszottam a Játékkakastély a Turai játék. Úgy vagyunk együtt, mint Kellér Dezső, mikor megkérdezték, mert 60-as években egyszer végre kijutott Párizsba, és akkor mondta, hogy hát én 1914-ben jártam először, de mostantól, ha törik a szakad, 50 évente kimegy. 5 évente, ha törik a szakad.